Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Nálad lesznek most nagy változások. Miről van szó? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ez a három kártya utal arra, hogy mi a jelenlegi helyzeted. Lehet, hogy te most ezt még nem látod, hiszen elfordulsz itt a kártyáktól, de mégis a háttérben van valami vagy valaki, és itt is történnek újdonságok, hiszen erre utal ez a gyermek, szimbolizál egy új kezdetet. Itt szerelemről van szó, hiszen itt látható ez a szerelmes nő, és valaki gondol rád, visszatér az életedbe, és itt lesz egy új kezdet. Amit még a kártyák jelenthetnek, egy új szerelem, és ez történik a közeljövőben. Erre is számíthatsz. De ennek ellenére van valaki tényleg, aki gondol rád, és itt vannak érzelmek is. Amit még ez a kártya kombináció jelenthet, azok a gyermekek, az lehet felnőtt gyermek is természetesen, és a gyermeked, vagy a gyermekeid, vagy az unokák gondolnak rád. És itt megvan a családi harmónia, itt megvan a szeretet. Az is lehet, hogy volt a múltban nézeteltérés, de ez a gyermek, vagy a gyermekek szeretnének visszatérni hozzád, tehát itt lesz egy békülés. És most megtekintjük azt, hogy mit szeretnél lezárni a múltadból, vagy mit kellene lezárni. Nos, ezen a képen látható egy kígyó. A kígyónak van gyógyító hatása, utal megújulásokra. Lehet, hogy itt rossz úton voltál, vagy rossz tanácsokat kaptál, és lesz egy új irány, egy új gyógyító erő. De ennek a képnek, ennek a kígyónak van még egy jelentése is, utal egy hölgyre. Az lehet egy barátnő, vagy egy kolléganő, vagy rokonok, ismerősök, szomszédok, és ez a kapcsolat a nő és te közötted, ez megszűnik. Persze az is lehet, hogy ez a nő, hiszen ez a kígyó egy nőt szimbolizál, nem a te környezetedben volt, hanem az ő környezetében. Az ő volt társnője, egy volt kapcsolat, amit ő befejez. Ez a kártya itt, ezen a helyen azt jelenti, hogy ez a nő eltávolodik az életedből. Itt le lesz zárva egy kapcsolat. Még mindig a múltnál maradunk, és megtekintjük azt, mit szeretnél megtartani a múltból, vagy mit kellene megtartani. Ez a kártya itt azt jelenti, hogy mit kellene megőrizned a múltból. Itt utazásokról, külföldi kapcsolatokról van szó. Ez az út lehet egy belső út is, és akkor utal ilyen spirituális területekre, és ez a kincsed, ezt jó lenne megőrizni. A következő kártya azt mutatja, hogy milyen meglepetés értéged, ami a múltra vonatkozik, mert valami vagy valaki visszatér a múltból. És ezt most megtekintjük. Hogy mi vagy kitér vissza a múltból, ezt mutatja itt ez a kártya. A 8-as szám ugyan utal ilyen húzavonákra, de ez a múlt, ez befejeződik, ezen dolgozol, vagy közösen dolgoztok ezzel a személlyel, hiszen valaki visszatér a múltból, ez lesz egy meglepetés. Itt anyagiakról vagy munkáról van szó, az lehet egy volt munkatárs vagy munkatársnő, esetleg
lesz egy ilyen ötlet, hogy közösen kialakítatok valamit, valamin együtt fogtok dolgozni. Itt nem csak munkáról van szó, hanem az érméknél anyagiakról, vagy belső értékekről is, hogy valaki számára értékes vagy, korábban volt ilyen húzavona köztetek, de visszatér, bocsánatot kér, és közli azt, hogy mennyire fontos vagy, mennyire értékes vagy számára, és ez lesz a nagy meglepetés. Ezen a képen a halak láthatóak és szimbolizálják az anyagiakat. Pontosan ez, amiről most elgondolkozol, itt pénzügyi dolgokról van szó, mert szeretnéd rendezni az anyagiakat. A halaknál nem csak pénzről van szó, hanem értékekről is. Ami számodra értékes, azt szeretnéd birtokodba venni. Vagy utal ez a kártya arra, hogy ezt kellene megtenni. Az értékek lehetnek belső értékek is. Mint ahogy itt is látható, hogy valaki így gondol rád, mert értékes vagy számára. De légy ennek tudatában. És most megtekintjük a jövődet, hiszen itt arról van szó, hogy most lesz nálad egy sorsdöntő változás. És mi várható? Ezt mutatják a következő kártyák. Hamarosan kapsz egy jó hírt. Ez számodra nagyon kellemes. Ez lehet egy szerelmes levél, lehet egy meghívás, vagy egy szerződés. És a levél után, tehát ezután a hír után lesz egy találkozás. Itt látható ez a szerelmes pár, tehát utal szerelmi témákra is. Amennyiben munkáról van szó, akkor ez a levél egy szerződés, és itt meg lesz kötve, ez a szerződés utal egy új munkahelyi kezdetre, mert itt jó hírről van szó. Én úgy mondanám, hogy mindkettő megvalósulhat. A szerelmi élet területén ez a szerencse, de a munkát illetően is lehet itt egy változás. Ahol még változások lesznek, az a te otthonod. Vagy megszépíted az otthonodat, vagy lesz egy nagyobb változás, esetleg egy költözködés. Az is lehet, hogy ti összeköltöztök, azon kívül várható egy utazás. Ez lehet egy közös nyaralás, munkánál kereskedelmi kapcsolatok, külföldi kapcsolatok, de amit ez az utazás még jelenthet, egy közös életút, egy közös otthon, egy találkozás, egy jó hír, és amit ez az utazás még jelenthet, egy belső út, egy lelki út mély érzelmekkel, akkor szintén szerelemről van szó, vagy ez a belső utazás lehet egy spirituális terület, mert ez a hivatásod, és otthonról fogsz dolgozni, erre utal az otthonod. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!